Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy játék, amiről úgy tűnik, hogy mindenki megfeledkezett. Hamarosan, mint minden évben a játékiparban, így bekövetkezik egy ilyen pangási időszak, ami engem arra késztet, hogy vagy agyon vásároljam magam a játékokkal, vagy felkeressem a régi játékaimat, és egy ilyen játék köztük az Evolve, amire annyira rá voltam izgulva, amikor megjelent, és akkor anyád, ú, szörnyes, ú, de jól néz ki, anyám, CryEngine, hogy azt van, tehát minden meg volt. Elképesztő média volt körülötte, hogy ebből egy e-sport lesz, hogy ez milyen fantasztikus játék, és őszintén szólva minden, ami reklám volt róla, ez egyszer kurva jól nézett ki, jók voltak a szörnyek, karakter, gameplay faszának látszott, és minden úgy fasza volt körülötte, de mégis mi volt a probléma, tehát hol indult a probléma ezzel a játékkal, hogy elbukott, és mi az, ami végül arra késztette ugye a készítőket, hogy ez a játék ingyenes legyen, nem sokkal azután, hogy egy csomó ember ezért pénzt fizetett ki, és a játék maga annyira elhalt, és annyira nem jött össze a készítőknek, hogy ingyenessé kellett tegyék a játékot, hogy tovább tudjon működni, és talán az első problémájának a játéknak az az volt, hogy már akkor meg lehetett vásárolni különböző csomagokat a játékról, ilyen deluxe, olyan deluxe, ilyen izé csomag, olyan starter csomag, ilyen pak, meg amolyan pak, hogy anélkül, hogy bármit tudtunk volna igazából és mélyen a játékról, már agyon vásárolhattad volna magad mindenféle cuccal, amiről azt se tudtad, hogy mire jó és miért jó, és legyünk azért őszintén, digitális tartalom, mely valódi pénzzel fizetni az annyira nem mókás, legalábbis én úgy gondolom. Szóval, ja, a másik dolog pedig, ami késztette valamiért, tehát ezt kell mondjam, hogy valamiért elhalásra késztette a játékot. A mikrotranszakciók, mondhatni, az is benne volt a dologban, bár még játékbefolyásolók nem voltak, de akkor is karaktereket bújtattak pénz mögé, és csak akkor érhetted el, hogyha fizetsz, az talán mind a mai napig benne van. És ez azért elég problémás volt, ez nagyban késztette elhagyni a játékos bázist. A másik pedig megeshet, hogy az is benne volt, hogy akik játszottak ezzel a játékkal, azok ugye csak annyit láttak a trélerekből, mert a trélerek nagyon csalókák voltak, a játék bemutató trélerek. Annyit láttak belőle, hogy mennek, nagy szörnyet üldöznek, lövés, össze-vissza, pörgős játékmenet, sok lövéssel, és sok halállal, és sok... Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon akciódús bemutatókat láttunk, és ez kinek kedvez, kinek a játékos csoportjának kedvez, ez a játék ugye a gyors shooterek kedvelőinek, és az egész koncepciója ennek a játéknak a bemutatói, mielőtt megjelent volna, aköré helyeződött, hogy ez egy gyors játék, ahol lőni kell egy csomót. De valójában az igazság az Evolve-ról, hogy egy igen magas taktikai játékról van szó, mint a vadászok és mint a szörny részéről, nem volt egyszerű. És őszinte leszek, én egy olyan srác voltam, aki a shooterekhez van szokva, pörgés, akció, stb. És amikor először szembesültem azzal, hogy ez egy taktikai játék valójában, és nem egy fun, élvezetes szörnyvadászat, akkor némileg elment tőle a kedvem. Várjunk csak, nem is némileg, annyira elment tőle a kedvem, hogy 20 óránál több szórakozás, nagyjából 20 óránál több szórakozás, nem is találtam a játékban, meg is csináltam róla a videókat, le lehet csekkolni, hogy kurva jó videókat csináltam róla, le lehet csekkolni a beírt Necrocrim Evolve, vagy egy egész ilyen kis filmsorozatot csináltam a Coop kampányából, komolyan mondom, nagyon móka lett, úgyhogy ezt le lehet csekkolni, a kedvetek van, és ennyi, mert hogy nem azt kaptam a pénzemért, amit megígértek, tehát nem a pörgőssége, nem a shootert, hanem amikor például szörnyel van, amikor vadásszal voltál, oké, mert hogy a taktikán kívül, ami nem volt túl bonyolult, hogy közre fogd a szörnyet,
A taktikán kívül tényleg úgy pörgős volt, és nagyon kellett vigyázni a szörnyel, és ott az úgy oké volt, az tényleg bármikor évezetes is volt, de hogyha a szörny szerepében találtad magad, akkor ott masszív taktikázásba kellett fogjál, hogy hogyan tudjál kifejlődni, és kifejlődve is legyőzd a vadászokat, mert hogy a szörnynek nem feltétlenül volt egyszerű dolga még a teljes erejében is, ezt kell mondjam. Tehát szörnyen játszani nehéz volt, és mit nem szeret egy olyan játékos, aki a shooterekhez van szokva? Hát nehezet. hogy összetehet. De bármi, ami nehéz, aki egy olyan, aki ilyen light shooterekhez van szokva, mint a Cold, Chego, Battlefield, anyám kínja, azok a játékosok nem szeretnek túl taktikázni valamit, és a szörnyet túl kellett taktikázni a dolgokat. És a probléma itt volt, hogy a készítők elfelejtették közölni, hogy ez egy taktikai játék tulajdonképpen, és ez nem egy pörgős játék. Ez a játék, ez arról szól, hogy türelem, hogy a fél játék konkrétan szól, hogy üldözöd azt a bizonyos szörny karaktert, és utána leölöd, vagy ha szörny vagy, akkor az arról szól, hogy fél órán keresztül menekülsz, amíg teljes erődre nem találsz, és akkor utána jöhet egy ilyen 10-15 perces csata, és ez nem feltétlenül kedvezett azoknak a játékosoknak, akiknek eladni akarták ezt a játékot. De őszinte leszek veletek, mostanra az Evolve ingyenes, és megéri, hogy ott legyen a könyvtáradban, mert a pangási időszakban, ami jön hamarosan a játékoknak, a pangási időszakban nagyon jó kikapcsolódást tud nyújtani egy-két óra, talán még több, egy 20 órára, minden bizonnyal egy jó kikapcsolódást tud nyújtani, és nem kell túl mélyen belemenni semmibe, de a változatossága és az egyedi koncepciója ennek a játéknak, ami mind a mai napig nincs meg ilyen formában egy játékban sem, az lesz az, ami egy másik univerzum, vagy másik kategóriába repít a megszokott játékaitól, vagy éppen amíg vársz arra következő kedvenc megjelenésre. Az Evolve erre a kis rövid időre talán egy jó szórakozást tud nyújtani, tényleg egy kikapcsolódást attól a megszokott játékottól. Nos, srácok, ti hogy láttátok az Evolve-nak az esetét? Mi volt az, ami tönkretette ezt a játékot szerintetek, és te megvetted, neked tetszett, játszottál vele, hogy mit gondoltok általánosan a játékra, mi fogott meg benne, vagy mi az, ami elidegenített téged ettől a játéktól. Mind a két válaszra kíváncsi vagyok. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra Facebookon is, megtaláltok, használjátok Discord szerverünket, link a leírásba, ha nem találtok, akkor írjatok Necronym Facebookra, elküldöm szívesen, köszönöm a figyelmet, sziasztok!